Hogyan láttad, egyik legjobb meccsedet futottad a Tolna színeibe ma? Mondjuk az egyiket, igen. Hogy bírtad kondival, hisz a csapat összesen 5 játékossal rendelkezik, és hát mindig az a kérdés, hogy eljön-e a holpont a második félidőbe. Szerintem most is eljött, amikor a Szekszár átvette a vezetést, de hogyan lettél úrrá és a csapat ezen? Hát próbáltam, amikor már éreztem, hogy fáradok, akkor cseréltünk, és direkt, tehát ezt megbeszéltük a meccs elején, hogy próbáljuk pörgetni a cseréket, 2-3-4 perc, hogy tisztában voltunk vele, hogy egy cserénk van, úgyhogy pörgetni kellett. Végülis a bűztál abban, hogy a büntetőkkel meg lesz, vagy a hosszabbításban már esetleg eldöntitek, bár nagyon kiegyenlített X-es meccs volt rettenetesen. Igen, de hát bíztam benne, ugye a kupadöntőn egyszer már sikerült, úgyhogy bíztam benne, hogy ezt meg tudjuk ismételni. Vállaltál büntetőt, be is lőtted. A kapus esetleg tudta, hogy hova szoktad rúgni, vagy nem? Hát a húgival játszottunk egy pár évet együtt, de azért olyan sűrűn nem rúgtam neki büntetőt, úgyhogy... Én nagyon sokáig nagypályáztam is, játszottam Szegeden, Feminába, Honvédba, Asztrába, és tavaly télen hagytam abba, mert a munkával nem tudtam összeegyeztetni a nagypályát, a futszát, és még mellettem munka sok volt. Most és akkor ugye futszál mellett döntöttem. A futszálban összeegyeztethető az ember civil pályája és a sport? Igen, abszolút. Mi döntött ma, hogy partiba tudtatok lenni egy anyagerősebb Szekszárdal szemben? Én úgy gondolom, hogy taktikailag próbáltunk zártak maradni, tudtuk azt, hogy fizikálisan ők jobban fogják bírni, ugyanis hát azért nem volt túl hosszú a kispadunk. Próbáltunk zártak maradni és kontrából játszani. Éppen vezérigéliség vagy. Hogy bírod ezt? Kondícióval, mentálisan, néha még vészkapusnak is kellett legyen. Igen. Hát elég nehéz, de hát muszáj csinálni. Nem tudunk más csinálni, sajnos nagyon kevesen vagyunk. Mit teszel a kondíciódért? Igazából otthon szoktam erősíteni és eljárok futni. Eddig is játszottál már a korábban a futzál válogatottban. Milyen emlékeid vannak azokról az időkről? Hát jó emlékeim vannak, nagyon sok csapat ellen játszottunk, ugye most fogunk menni Moszkvába a győzelemnapi tornára. Ezen a tornán már 4-szer részt vettem, ez lesz az 5. Itt játszottunk Irán válogatottjával, spanyolokkal, portugálokkal, oroszokkal, ukránokkal. Hogyan alakulnak az erőviszonyok? Kik a jók a női futzálba? A nyugat-európai országok? Tehát milyen hírek vannak? Hát a spanyolok mindenképpen, ugye ők világelit, az orosz válogatott is, Portugália, ők nagyon, az ukránok is nagyon jók. Ők most játszottak pont nem olyan rég a portugálokkal, nagyon jó kis meccset. A mérkőzésen azt lehetett látni, hogy abszolút X-es meccs, egyenlő erők küzdelme, és ha nem estek össze a második fél időbe, akkor el lehet jutni egészen a büntetőkig, sőt egy jobb helyzet kihasználással meg is lehet nyerni a meccset, de a jó helyzet kihasználás annyira nem sajátja a Tolnának, hiszen a többi meccseken is sok helyzetet hagytatok ki. Hogyan láttad belülről? Érezted, hogy ha máshogy nem büntetőkkel meg lesz? Igen, én úgy gondolom, hogy uraltuk a játékot. Szerintem az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Nyilván a szexárdiaknak is volt helyzete, de szerintem nekünk sokkal több volt. Motiváltabbak is voltatok, mintha a bronz benneteket jobban érdekelne, mint őket. Hát ezt nem mondanám, biztos ők is szeretnének egy bronzérmet, de nyilván mi is. A visszavágón is ők lesznek többen, ők tudnak többet cserélni, de a meccs Tolnán van. Mindenképpen a harmadik hely nagyon kell nektek? Igen, mindenképpen szeretnénk. A jövővel kapcsolatban még volt szó erről, együtt marad-e ez a Tolna, vagy esetleg bővülhet is a keret, még a vezetés tulajdonképpen talán saját maga se tudja. Hát nagyon remélem, hogy bővülni fog, és hogy szép jövő elé nézünk még itt Tolnán. Az egész rájátszás sajnos ilyen nekünk, már az elődöntőnek a meccsei is hasonlóan zajlottak, egy hullámvölgyben vagyunk, amiből nem nagyon tudunk egyelőre kikecmeregni. Amatőr szinten vagyunk, mindenkinek munkai elfoglaltsága, iskolai elfoglaltsága az első, azon kívül ugye nekünk sem túl hosszú a kispadunk. Nem hiszem, hogy egyébként erre lehetne fogni, mert tavaly hasonló kerettel voltunk, és ugyanúgy megvoltak ezek. Mégsem voltunk ilyen hullámvölgyben, akkor tudtunk csapatként együttműködni, most kicsit ez hiányzik szerintem. A Tolna, mintha jobban akarta volna első fél idő alapján legalábbis a bronzot, mint ti, de hát ez lehet, hogy csak az én belebeszélésem. Az akarattal szerintem nem volt gond, én nem éreztem így. Lehet, hogy nem tudtunk úgy felpörögni, majd vissza kell nézni a meccset, belülről is más, meg kívülről is más, de szerintem ezzel nem volt gond. Van még egy meccs, hát Tolnán legutóbb 2-szer is nyertetek,
akkor tulajdonképpen most is úgy mentek oda, hogy kell a bronz. Persze, úgy megyünk, úgyhogy szeretnénk egy harmadik meccset is itthon befejezni ezt a bronzmérkőzéses periódust. Úgyhogy persze, mindenképp nyerni megyünk. Összeállt a válogatott, és először bent voltál a bővebb keretben, legalábbis úgy tudom, és most a szűkebben nem. Tekintettel arra, hogy a futzált te igazán futzálossal játszod, te nem kispályás női focista vagy, hanem speciális futzálos, elvártad volna esetleg, hogy keretben ott legyél, és Moszkvába utazzál most? Ez a szövetségi kapitánynak a döntése, ő azokat viszi, akiket ő ebbe a válogatottba lát. 37-szeres válogatott vagyok, igazából mindent megértem ebbe a futszáma, amit lehet. Hát annyira nem hiányzik, hiszen ezen már túl vagy, mondhatni. Hiányzik, mert ez lesz, hiába vagyok ennyiszeres válogatott, hivatalos versenyünk még nem volt. Ugye most van először ez az év, amikor a válogatott hivatalos versenyre, EB-re, vagy EB-selejtezőre készül, és pont most nem tudok a kerettagja lenni, amikor úgy éreztem, hogy azért itt Szekszárdon az utóbbi egy-két év elég jól sikerült, de ez van. Hogyan látod, együtt maradhat ez a csapat? Tehát megmaradhat a magyar futzál élmezőnyébe az Agenta Girls Szekszárd majd szeptembertől is? Nehéz erre válaszolni, mert azért vannak érettségiző játékosaink, vannak, akik nálam is idősebbek, és nem tudom, hogy döntenek, hogy a családot helyezik előtérbe, vagy még adnak egy-két évet. Illetve ugye, akik érettségiznek, azoknak hogy sikerül a továbbtanulás. Most is azért láthatták a nézők, hogy jöttek föl a fiatalok, akik velünk edzenek. Tehát én azt gondolom, hogy maradni fog a csapat, meg egyben fogunk maradni. A keret az még szerintem kérdéses, meg hát nyilván jön az átigazolási szezon. Csapatok majd mennek szét megint, mint ahogy szokott szerintem a női futszába, úgyhogy a igazolás terén is majd így érdekes lesz a...